Hayley fédelmében megjegyezném, hogy kicsi levert Jeff miatt. Munkát kapott a halálos fogásban, és Hayley aggódik érte. Három részbőrű férfi téged helyettesítenek. Roger már nem lát itt szépesen. Öld meg magad! Csináld! És kész katasztrófa! Béketés van! A felvételek elkészítésének támogatója az Egyesület a Magyar Szinkronért. Ha annyira kell nekik, hogy nincs itt senki? 16. Ilyen feje volt. Elszontyolódott pohárban. Komi a háfer, becsiskedő Francine, pörgyös meg gíbe! Mi baj, ott van Hafer? Komolyan, Hafer, a peceskedő Francine bögyös megíbe? Lázíts, király kobra! Figyó, miért nem távolítod el a jelenlétedből? Tudom már, én majd kirúgom neked, mint egy igazi üzletember. Sajnálom, hölgyem. A gazdaság rossz fordulatot vett, el kell bocsájtanunk. Adja át a belépőjét. Hát én nagyon szeretem. Főként ugye Klaus csinálom a kis halacskát, ugye ez a német akcentus, ez nekem nagyon bejön, és rettentően szeretem ezt a kis hülye pofáját, ahogy németül osztja a környezetét. Úgyhogy én már csak ezért is nagyon szeretem, és hát a kollégák is fantasztikusak, a Kassai Karcsitól kezdve, szóval kiváló, Pusztaszeri Kori az őrült UFO szerepében, szóval én, nekem nagyon bejön. Remélem a közönségnek is, ha már így megdolgozzuk ezt a nagyon kedves rajzfilmet. Hát, elment. El lesz legalább fél óráig. Akkor... Huncgutkodhat. Fél óra, igen, half an hour. El lesz legalább fél óráig. Akkor huncutkodhatunk. Francine. 17, Klaus, énekelnek. Akkor nem kell lesz. Roger. Ez csak a hülyék mondják egymásnak a béna esküvői fogadalmak. Kérlek, mondd ezt az esküvőt, de majd játszd el a szépharfany fölött ukulele versiói. Ez csak a hülyék mondják egymásnak a béna esküvői fogadalmukon. Kérlek, mondd ezt az esküföldön, majd játszd el a szivárvány fölött ukulele verzióját. Nagyon eredeti, Dave. És talán vehetnél egy kutyát egy évvel a gyereknemzés előtt. Tudod? Gyakorlásnak. Nyírd ki magad, Dave, majd kismillióan leélték az életedet. Én imádom az orosz akcentet, nekem az általános meg a gimnáziumban is mindig az volt a fő irányadom, hogy a orosz órán meg angol órán nem engedtek felelni, mert mindig utánoztam a nyelveket, és azt mondták, hogy galbenyztam, azt üljön le, mert mindenki röhög, tehát magának felelni nem szabad, csak írásban fog. Úgyhogy én állandóan írásban írtam meg a vizsgáimat, hogy nem engedték, hogy hülyítsem az osztályt. Kettes van egy kis hangot közben, 2-10 után. Jöjjön, Kihúzták a dugóba. Segíts! Segítség! Ja? Igen, még bocsi, előbb jomtam. Meg. Nine, voltak nine hangok. Bocsánat. Elszúrtam. Sikítás után elkezdeném újra, igen. Nein! Segíts! Szerinted mégis mi történik? És a bűnbánat, ami emésztette Stent? Tovább szállt a fiára,
Stifre. Ez az egyetlen öröksége. Ó, gyerekei! Hát miért nem beszélsz többet az én kedvenc halacskám?